Felsőváros plébános a Nyárai Horváth István szentelte fel a nemrégiben felújított, új helyre költöztetett Szent György kutat. Bori Jenő 1922-ben adományozta az alkotást a városnak, akkor az Icsiligetben állították fel a kutat, majd 1960-ban költöztették azt át Felsővárosba, a Barátságligetbe. A betonból készült kúton ugyan a 2000-es évek elején Kocsis Balázs végzett állagmegóvási munkákat, az utóbbi években azonban jelentősen leromlott annak állapota, így már elkerülhetetlen volt a teljes rekonstrukciója, melyet Nyakas Pál kőfaragó tavaly kezdett el. Nagyon rossz állapotban volt, ezt főleg akkor láttuk, amikor tavalyi évben elbontottuk a kutat. Akkor látszott, hogy szerkezetileg nagyon rossz állapotban van, gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy hogy állt még a Barátságligetben egyben az egész, hiszen tényleg statikailag is fel kellett javítani az egésznek az állapotát. A felújítás után a kutat Felsőváros egyik kapujánál az Illyés-ligetben állították fel újra. Mint a körzet önkormányzati képviselője mondja, azért itt, mert itt sokkal többen csodálhatják majd Bori Jenő alkotását. Úgy gondoltam, hogy ez az alkotás méltán megérdemli, hogy egy frekventáltal jóval láthatóbb helyre kerüljön, de ezt mindenképpen törekedtem arra, és azt fő szempontként tartottam magam előtt, hogy ne kerüljön ki Felsővárosból. Így Felsővárosnak erre a határára került, viszonylag nagy forgalommal mindenki láthatja, itt elég nagy a mozgás, és azért látható, hogy egy gyönyörű impozáns műalkotásról van szó. A kút teljes felújítása közel 20 millió forintos képviselői és polgármesteri keretből készülhetett el. Azonban közegészségügyi szempontokat figyelembe véve, illetve hogy óvják a szerkezetét a jövőben, víz már nem folyik belőle. A közeljövőben a környékét is rendezik majd a kútnak. Padok, tájékoztató táblák és egy mini sétány is helyet kap majd az alkotás mellett.